Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Ugye a legtöbben tudjátok, hogy Facebookon és Instagramon is kértem tőletek tanácsot, hogy most milyen videó legyen, mert semmi ötletem nem volt. És hogy őszinte legyek, ez egy olyan hétvége volt, hogy most vasárnap 4 óra van, tehát most vesszük fel a videót, úgyhogy nem volt túl sok időm felkészülni a mai videóra. És hát egyértelműen nagyon-nagyon sokan azt mondtátok, hogy egy terepvlog legyen, úgyhogy innentől kezdve ezen a kamerán fogtok minket követni, és azért lesz ez nagyon érdekes, mert ez Papillonnak a legelső terepe lesz. Eddig ugye csak edzések után mentünk ki itt az erdő szélére sétálni, de úgy igazán terepen még nem voltunk, úgyhogy ha leesek, az is meg lesz nektek örökítve, és azt is láthatjátok majd. Induljunk! Ez egy vadállat. Na, nem tudom, hogy mennyire lehet engem hallani, ha nem, akkor majd alá kommentelek. Szóval Papillon legeslegelső terepe, nagyon-nagyon kis, fostos kis fiú, úgyhogy igen, most is egy kupac szeméten vagyunk így leakadva. Jól van, nem fog bántani. Egyébként én is úgy ki vagyok akadva ezen a szemét dolgom, mint ő. Gusztustalan számomra az, hogy valaki eljön idáig autóval, és kidobja itt a szemetét. Na mindegy. Szóval a kis bátor fiunknak az első terepe, nem, amúgy nagyon beszari, mindentől megijed. De nagyon kíváncsi leszek, hogy fogunk végigmenni. Egyébként, hogyha bíztatva van, akkor nem. Nem egy beszari típus, tehát ha azt mondom neki, hogy menjünk, akkor szépen megy. Úgyhogy majd meglátjuk. Nem szeretnék egész terep alatt beszélni, pláne, hogy lehet, hogy nem is hallani a kamerában. Egyébként itt a környéken nincsen túl sok jó terep lehetőség, úgyhogy hát amennyire tudok, meg amennyi van, arra el fogunk menni. De sajnos nem arról híres itt ez a rész, hogy milyen jó terep lehetőségeink vannak. Thank you.
Szépen menjünk le, arra menjünk le. Jól van. Jó, menjünk szépen, gyere. Azaz, azaz. Azaz. Nagyon ügyes vagy. Azaz. Jól van. Na, most megyünk vágtázni. Ah!